készítette a szexuális közgyűléssel március végén hozott döntéseit ennek értelmében. A korábbi jóval nagyobbhatáskörrel ruházták fel a két bizottságot. A jogköröket a polgármesterhez adták el. A polgármester úr nem tett eleget a jogszabályi kötelezettségeinek több ízben. Nem hívta össze 15 napon belül a közgyűlést, miután összehívta a közgyűlést, nem vette napirendre a megtámadott ügyeket. Ezzel a felszólalással kezdődött a csütörtöki közgyűlés. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, Szekszárd polgármestere törvénytelen módon járt el a képviselők összehívásakor. Máté Péter ezért arra kérte a voksolásra jogosult megjelenteket, ne szavazzanak a városvezető napirendjeiről, pusztán azokról, amiket azért kellett újra tárgyalni március 30-át követően, mert Ács Rezső nem volt hajlandó aláírni az akkori döntéseket. Dönt a Gazdasági Városfejlesztési Bizottságból a mai nappal visszahívja a Posta Zoltán bizottsági tagot, Szegedi Attila bizottsági tagot. Ketten. Dönt a Pénzügyi Bizottságból a mai nappal visszahívja Kajos Endre Károly bizottsági tagot, Tóth Róbert bizottsági tagot. Máté Péter javaslatára a képviselők most ismét úgy döntöttek, jogköröket vonnak el a polgármestertől, amik a gazdasági, valamint a pénzügyi bizottságok hatáskörébe kerültek. Az SMS módosítása értelmében a már említett két bizottságból visszahívták a külsős tagokat, helyettük közgyűlési képviselőket delegálnak hamarosan. Szegyszemélyvásunk ez a polgármesteri hivatalának üres állásait zárója, és a létszámstoppot rendel a polgármester jogszerűtlen intézkedése és a hivatal működésében bekövetkező önkötő érdeksérelmek okozó változások miatt. Vagyis döntés született arról is, hogy létszámstoppot rendelnek el a polgármesteri hivatalban. A városházát érintő személyi változásra is határoztak a közgyűlés tagjai. A polgármesteri titkár, valamint a városvezetői adminisztrátori munkaköröket megszüntették, Zaják Rita képviselő esetében pedig ugyanígy tettek a tanácsnoki státusszal. A testület legközelebb várhatóan május 4-én ülésezik majd. A népszerűség egyik legfontosabb oka, hogy az 5 éves képzésben végzettek jelentős előnyt élveznek szakirányú felsőoktatási továbbtanulás esetén írta. Azt, hogy egyre többen választják a szakképzést, annak is köszönhető, hogy a 2020-ban megújult rugalmasabb szakképzési rendszerben az általános iskolai tanulmányokat befejező diákoknak már nem szakmát kell választani, hanem egy érdeklődésüknek megfelelő irányt, azaz áldozatot. A konkrét szakmát így később legalapozott ismeretek birtokában választhatja ki, biztosítva ezzel az élmény alapú gyakorlat orientált szakmatanulás lehetőségét. Olyan mindennapi apró figyelmes tegyekkel tudunk lépéseket tenni a fenntarthatóság felé, mint hogy nem dobjuk ki a megvásárolt élelmiszer 40%-át, lekapcsoljuk a villanyt, ha kijövünk egy helyszínből, vagy megnyitunk épületeket, ha nem vagyunk. Mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára Csütörtökön. Bódi László a jövőmentő misszióprogram megnyitóján a Váci Pianista Kilátó Központban emlékeztetett, hogy a 20. század első felét a fizika nagy felfedezéseinek korszakként szokták emelni. Az emberek elkezdték megérteni, hogy nem az atom alatt is csak alkotóalmat kívánnak. Hozzátette, hogy a 20. század második fele a délemestről szólt, amikor sikerült feltérképezni az ember a délemest rendszerét, és ezzel felgyorsítani a fogyódítási folyamatát. Ha feltesszük ezt a kérdést, hogy miről szólhat a 21. század első fele, akkor a fenntarthatóság az biztosan a középpontban lesz. Tovább nagyobb előtt is állandít el, aki szerint a fenntarthatóság kulturális és társadalmi szinten is fontos. Ez azt a földbolygót tudjuk átadni a következő generációnak, ami nekünk is a rendelkezésünkre áll, tiszta hozzá a felettesen titkát. Egyébként 314 millió forintból épült kerékpárutat Olmai Vármegyeszék helyen. Ennek szerepében az újvárosi temetőtől a Palánki körforgalomig, majd onnan a város határa kijelző tábláig készült két irányú biciklisek.
A tervek szerint szeptember végére fejeződnek be. Hivatalosan is átadták a munkaterületet, így már a napokban megkezdődhet Szekszárdon a Palánki út felé vezető kerékpárút építése. A beruházásra több mint 314 millió forint Európai Uniós támogatást nyert az önkormányzat. A cél, hogy egy biztonságos lehetőséget nyújtsanak azoknak a lakosoknak, akik szívesen ülnek biciklire. Összesen 1500-1600 folyóméter fog itt megépülni, és hát gyakorlatilag itt a biztonságos közlekedésnek a feltétele, és ha egy kicsit távolabbra tekintünk, gyakorlatilag ez majd, ez a rész, ez csatlakozna a Tolnán és a Domborit összekötő kerékpárúthoz. Most a négy ütemből álló projekt második és harmadik szakasza valósulhat meg. Ennek során az újvárosi temetőtől a Palánki körforgalomig 578 méter hosszú gyalog és kerékpárút épül a már meglévő járda szélesítésével. Ezt követően pedig a város határát jelző tábláig 735 méteren lesz kétirányú biciklisáv, továbbá a körforgalomtól a buszmegállóig tartó szakaszon szintén gyalog és kerékpárút készül. A kivitelező részéről is megvan a megfelelő elszántság, hozzáértés, bízunk benne, hogy tartani tudják a határidőt, és akkor a rossz idő beálltáig ez a szakasz itt el tud készülni, és biztonságosan fogja szolgálni az erre gyalog és kerékpáron érkező embereket. A tervek szerint szeptember végére épül meg a kerékpárút Szekszárdon. A kormány 22 ezer tabletet biztosít ingyenesen a tankerületi központok által fenntartott általános iskolák számára. Az eszközök májusban érkeznek az intézményekhez, közölte a Klebersberg központ csütörtökön. A központi statisztikai hivatal által a 2022. évi népszámlálás során használt infokommunikációs eszközök az alsó tagozatos tanulók digitális kompetencia fejlesztését segítik majd, írták. A tájékoztatás szerint a tabletek kiosztását a Klebersberg központ koordinálja, mind a 60 tankerületi központ április végéig megkapta az eszközöket, amelyek májusban jutnak el a köznevelési intézményekhez. Az eszközöket nem a tanulók, hanem az intézmények kapják, így több osztály is tudja azokat használni. Az új tabletek elsősorban azokba az általános iskolákba kerülnek, ahol alacsonyabb a digitális eszközellátottság, magas a hátrányos helyzetű tanulók aránya, és ahol az intézmény vállalja, hogy az oktatás során a tableteket rendszeresen használni fogja, tudatta a Klebersberg központ. Tamásiban 8,6 millió forintos keretösszeg állt rendelkezésre a civil szervezetek támogatására. A városban működő 24 szervezet nyújtotta be a pályázatát. A legkisebb támogatási összeg 100 ezer, míg a legmagasabb 2 millió forint lehet. Tamási város képviselő testülete 19 napirendi pontot tárgyalt tegnapi ülése alkalmával. A városban működő intézmények, alapítványok éves beszámolójának elfogadása mellett többek között a pénzbeli támogatásokról is döntés született a délután folyamán, a civil szféra számára elkülönített keret felosztásáról határoztak a képviselők. A idei évben a tavalyihoz képest egy kicsivel nagyobb összeg áll rendelkezésre, 8,6 millió forint került felosztásra 24 civil szervezet között. Aki érvényes pályázatot nyújtott be, az mindegyik civil szervezet támogatásban fog részesülni, mondhatom, hogy a korábbi évekhez hasonlóan. Két alapítvány részesül szintén az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően kiemelt támogatásban. Az egyik a Tamási Gimnáziumért közalapítvány, a másik pedig a Tamási Szakképzésért alapítvány. Az önkormányzat számára fontos, hogy a városban működő középiskolák jól teljesítő tanulói plusz támogatást kaphassanak oktatási intézményüktől ebből a forrásból. A civil szervezetek rendezvényszervezésre, eszközbeszerzésre, utazási költségeik fedezésére nyújthatták be támogatási kérelmeiket. A városban működő valamennyi szervezet élt a pályázati lehetőséggel. Egyrészt fontos az, hogy lássuk azt, hogy milyen célra pályáznak ezek a civil szervezetek. Emellett fontos elvnek tartjuk azt, hogy aki egy jó cél érdekében nyújtott be pályázatot, az mindenképpen akár csak egy kisebb összeget, de legalacsonyabb összeg a 100 000 forint, a legmagasabb pedig közel 2 millió forint.
A civil szféra számára elkülönített 8,6 millió forintból a szervezetek nagy része rendezvényeket fog lebonyolítani, színesítve ezzel Tamási városának mindennapjait. Nemzet stratégiai kérdés, hogy több lány választa a természettudományi pályát, mondta Nagy Varga Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára a Lányok Napja rendezvényen. A helyettes államtitkár köszöntő beszédében hangsúlyozta, számos tudományos felismerés van, amely nők nélkül nem születhetett volna meg. Ilyen többek között a Lefra gyógymódja, a légkörű üvegházhatás, a DNS kutatások és a magvasodás is sorolta. Elmondta, hogy ma már lényegesen több lehetőségük van a lányoknak tudományos szakmákban elhelyezkedni, mint néhány évtizeddel ezelőtt, de Magyarországon még mindig 70% körüli a férfiak aránya a természettudományos munkakörökben. Immár 51. alkalommal hirdette meg első segélynyújtó versenyét a Magyar Vöröskereszt. A Tolna vármegyei fordulón ezúttal 8 általános és középiskolás csapat mérte összetudását. A fiataloknak egyebek mellett életi szituációba kellett szakszerű ellátást nyújtaniuk a sérülteknek. Rendben. Vaj! Mi történt? Két férfi összeverekedett a kocsmában, az egyik kést szúrt a másik hasába, aki erre pedig egy törött üveggel hadonászva megvágta a mellkasánál. Bár a szituáció jelen esetben nem volt valós, a fiataloknak minél gyorsabban és szakszerűbben kellett ellátniuk a sérülteket, ugyanis a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezete ismét megrendezte a megyei első segélynyújtó versenyt. Zolának minden rendben van? Igen! A megmérettetésen 8-5 fős csapat mérte összetudását, köztük általános és középiskolás tanulókkal. A résztvevőknek 9 helyszínen kellett bizonyítaniuk, az esetek között volt kutyaharapás, kerékpáros gázolás, de a magasból lezuhant személy is. Eddig nagyjából jók voltak, mindegyiket megcsináltuk szinte, nekem eddig tetszik a verseny. A csapatok egyébként Szekszárdról, Madocsáról, Tamásiból, Győréről, Paksról és Dombóváról érkeztek. A fiatalok szerint is nagyon fontos tudni, hogy milyen módon tudnak segíteni egy sérült, bajba jutott emberem. Hogyha utcán összeesik egy ember, akkor tudjunk segíteni neki. A kárhelyi feladatokat 10 perc alatt kellett a versenyzőknek megoldaniuk, vagyis szakszerűen ellátni a sérülteket. Mindezt az Országos Mentőszolgálat munkatársai zsűrizték. Körpályán zajlik a verseny, tehát az első pillanattól kezdve az utolsóig minden csapat versenyben van, vagy pihenőállomáson vannak, ahol különböző feladatok, játékokkal találkozhatnak, vagy kárhelyállomáson, ami azt jelenti, hogy sérüléseket kell ellátniuk, tehát a sebimitációt készítők, az imitátorokat élethű sebekkel látták. Kormos Ádám, a Magyar Vöröskereszt ifjúsági szakmai vezetője azt mondja, az elsősegély nyújtást már érdemes a lehető legkisebb kortól elkezdeni megtanítani a gyerekeknek. Nagyon jó látni, ahogy egyébként a megtanult gyakorlatokat végrehajtják, és én azt gondolom, hogy erős mezőny, aki most itt Szekszárdon megjelent ezek közül a csapatok közül. Nagyon-nagyon jó látni utána, amikor az értékelésen az Országos Mentőszolgálat kollégáitól megkapják a visszacsatolást, megkapják a visszajelzést, és amikor úgy tényleg látod az aha érzést a gyerkőcön, hogy egyébként ő tudta, hogy miért csinálja, de nem biztos, hogy összeállt neki a kép, és egy minimális támogatás a valós szituációnak köszönhetően, és összeáll neki a kép. Az első helyen végzett közép- és általános iskolás csapat jut be a döntőbe, amelyet szeptemberben Szolnokon rendeznek majd meg. Befejező szakaszához ért a Spio projekt, a 19 milliárd forintos beruházás egyik legjelentősebb része a Zsilip újjáépítése. A projekt lakossági fórumán elhangzott, akár már május végére lehet annyi víz a Spio belterületi szakaszában, ami lehetővé teszi, hogy a kajakosok vízre szálljanak.
Valóságos műalkotás egyben új közösségi térként is szolgál majd a megújult Siózsilip. Erről is beszéltek a Siófokon tartott lakossági fórumon. A munkálatok még 2019-ben kezdődtek, a projekt pedig lassan a végéhez ér. A 19 milliárd forintos beruházás az egész csatornarendszert érinti. Teljes Sió hosszában vannak beavatkozások, kisebb-nagyobb területeken, valóban a gerincét a feladatoknak a műtárgyak átépítése adja, illetve a csatornának a rekonstrukciós munkái, de ugye van egy csatlakozó monitoring rendszer fejlesztés, ugye hajózási vonatkozású beavatkozások, ugye ezek mind a projekt részét képezik, illetve az említett vízes élőhelyek kialakítása, ami egy szerződésmódosítás keretében került hozzá a projekthez. A projekt további elemeként megépült Balaton-Kiliti negy mederduzzasztó, amelynek köszönhetően nem száradt ki a Sió csatorna, Siófok belvárosán áthaladó mintegy 2 kilométeres szakasza akkor sem, ha nincs vízeresztés. Ez további turisztikai fejlesztésekre nyit lehetőséget. Ez a beruházás nem csak a Balatonra koncentrál, hanem a térség vízgazdálkodási fejlesztése szempontjából is kiemelt jelentőségű. Ugye a legnagyobb látvány eleme az a siófoki műtárgyak teljes körű felújítása, de a projekt keretében árvízvédelmi fejlesztések is történtek, illetve egy vizes élőhelyrendszer kialakítása is folyamatban van a Sió csatorna mellett Pincehely térségében. A Sió és a Kapos deltájában, ahol eddig a legnagyobb gondot okozta vízeresztéseknél az átszivárgó víz, vízes élőhelyeket alakítanak ki 4 kisebb tóval, mintegy 100 hektáron. A városban folyó beruházás tervezésekor mindenképpen fontos szempont volt, hogy a műtárgy felújításával egy turista látványosság is legyen egyben, hogy közel hozzuk az itt lakókat a vízügyi munkákkal, a vízügyi ágazatban végzett tevékenységgel, és úgy gondolom, hogy ez a látványterv, ami készült, az azt fogja majd bizonyítani az önök számára, hogy mi milyen munkát végzünk. A mostani fórumon a gazdákat érintő kérdésekről is beszéltek, például a földek elárasztásáról. Elhangzott, a probléma megoldása nem fér bele a 19 milliárd forintba, az árvízvédelmi töltésrendszer vízzáróvá tételének tetemes költségei lettek volna. A vízügy illetékese azt mondta, mivel a Zsilip kapacitását megnövelik, ez a következő időszak feladatai közé sorolja ennek a problémának a megoldását is. Addig is türelmet kértek a gazdáktól. Az ingatlan értékesítéséhez adófizetési kötelezettség is kapcsolódhat, hívta fel a figyelmet a NAV Baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, hogy abban az esetben kell az érintetteknek az adóbevallásban szerepeltetniük az ingatlan értékesítésből származó jövedelmet, ha az meghaladja azt az összeget, amennyiért azt korábban vásárolták. Mivel ezek az adatok a tervezetekben nem szerepelnek, ki kell egészíteni a dokumentumot. Ezt megtehetik online vagy papír alapon is az adófizetőt. Mikor kell a bevallásban szerepeltetni az ingatlan értékesítésből származó jövedelmet, milyen adatokat kell megadni és hogy nyújtható be a dokumentum? Ezekre a kérdésekre adott választ a NAV Baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, hogy ha az adózóknak az ingatlan értékesítésből jövedelme keletkezik, akkor azt a személyi jövedelemadó bevallásban mindenképp fel kell tüntetniük. Abban az esetben, hogyha az adózó például annyira adta el az ingatlanát, amennyiért szerezte, nem keletkezik jövedelem. Akkor sem, hogyha kevesebbért adta el, mint ami a vásárlási értéke volt. És akkor sem kell a bevallásban szerepeltetni az ingatlan értékesítésből származó jövedelmet, hogyha az ingatlan eladására a szerzést követő 5 éven túl került sor. Mivel az SZIA tervezetek a kifizetők munkáltatók által megküldött adatokat tartalmazzák, ezért az ingatlan értékesítésből származó jövedelem abban nem szerepel. A dokumentum 161. sorát kell kitölteni, amelyben meg kell adni a bevételt, a költségeket, a jövedelmet, majd az adó összegét, amit a program számol ki. Mindezt elektronikusan is megtehetik azok, akik rendelkeznek ilyen elérhetőséggel.
Hogyha az adózónak nincs elektronikus elérési lehetősége, és papír alapon kapta meg a bevallási tervezetet, vagy papír alapon szeretné elkészíteni a bevallását, akkor a 22 SZIA nyomtatványt kell kitölteni, és szerepeltetni benne az ingatlan értékesítésből származó jövedelemhez kapcsolódó adatokat. Legegyszerűbben talán a webes felületen lehet elkészíteni ezt a bevallást, a www.nav.gov.hu felületen az SZIA rá kell kattintani, és azon belül pedig a 22 SZIA bevallás elkészítésére. A NAV honlapján elérhető 9-es számú információs füzet tartalmazza az összes részletszabályt ebben a témában. Továbbá a jövedelem meghatározásához segítséget nyújt a hivatal honlapján elérhető kalkulátor is. Kérdés esetén az ügyfelek rendelkezésére állnak az ügyfélszolgálati munkatársak, de a 1819-es infóvonalon is kérhető segítség. Baranyába érkezik a Tour de Hongrie, az immár a világ legrangosabb megmérettetései közé sorolt körverseny. A május 12-én Kaposváról induló harmadik szakasz Stázdot, Mászát és Orszút is érinti, és a célja a Pécsi állatkert előtt lesz. A világsztárokat felvonultató mezőnyről és a kerékpáros kiegészítő programokról tartottak kiállítás megnyitóval egybekötött sajtótájékoztatót a belvárosi bevásárlóközpontban. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség döntése alapján 2023-tól Pro Series kategóriába kerül a Tour de Hongrie. Ezzel a szintlépéssel a következő 3 évben garantáltan a sportág felsőházában szerepel a magyar körverseny, melynek harmadik szakaszának rajtja Kaposváron, befutója pedig Pécsett lesz május 12-én. A világ legjobb kerékpárosait felvonultató mezőnyben lesz a négyszeres Tour de France győztes Chris Froome is. A körverseny harmadik szakasz a pécsi belvárosi bevásárlóközpontban tartottak kiállítás megnyitóval egybekötött sajtótájékoztatót. Érkeznek majd Gödre, Sázd, onnan pedig Mánfa is föl a Komlói út tetejére, tehát egy mászás már van. Beérkeznek a városba, és szépen az irgalmas útján fog érkezni a mezőny a Széchenyi térre, és innen kezdődik az a 3,3 km-es hegyi szakasz, amiről csak annyit szeretnék mondani, a pirossal jelzett részt láthatjuk, 12,2%, gyalog sem egyszerű fölsétálni, hasonlóképpen a Szőlő utca, az a Bárány út is egy nagyon nagy kihívás, és ezt a szakaszt 3-szor kell a versenyzőknek megtenni. Máté János, a PSN ZRT vezérigazgatója elmondta, igazi kerékpáros családi nap lesz május 12-e. Ennek részeként az első Zsolnai Kupa amatőr versenyt is megrendezik. Egy olyan amatőr betétverseny, ami nincs egyébként a Tour de Hongrie történetében más helyszínek, más szakaszok programjában. Ez a mi adottságunk, meg a mi szakembereinknek a dicsérete. Tehát lesz egy amatőr verseny, első Zsolnai Kupa. Lesznek prezentációk, középiskolák, talán remélem a Pannonfilharmonikusoknak is összejön, amit terveznek. Nagyon jó pofa, kitelepül a Kressz Park a Kossuth térre, és egyébként is a Széchenyi téren lüktető élet fog zajlani, koncerttel zárul este. A kiállítás része egy különleges versenykerékpár is, mely az 1969 és 74 között válogatott kerettag, több nemzetközi nagy díj győztese, Pécs legeredményesebb kerékpárosa, Hirt István tulajdona. Ezt a kerékpárt 1962-ben kaptuk az akkor megszűnt budapesti Spartakus sportkörtől, és hát a PMSC, Pécsi Spartakus és Pécsi Junior Egyesület versenyzői ezen számtalan magyar bajnoki érmet helyezést értek el. A május 12-én Kaposvárról induló 180 kilométeres szakasz befutója a Pécsi állatkert előtt lesz. Változóan napos felhős idő várható, délelőtt a nyugati és középső országrész felett szakadozottabbá válik, keleten pedig megszaporodik a felhőzet. Gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, estére lecsökken a felhőzet,
éjjel csillagfényes eseménytelen idő várható. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor ezt